bocsánat, még előtte hozzászólhatok, ettől függetlenül egy percben nagyon röviden. Azt szeretném elmondani, hogy köszönöm annak, hogy mindenkinek, hogy eljött, és akik megszervezték ezt a találkozót, és látjuk, hogy tényleg nagyon heves viták is lehetnek, hogy azért vannak, mert nagyon rossz a helyzet. Ez természetes, ezt valahogy kezelni kell tudni. De mindannyian legyünk büszkék nagyon magunkra szerintem, mert ez az ország akkor fog megváltozni, ha rájövünk arra, hogy a demokratikus jogokat akkor tudjuk gyakorolni, akkor lesz valóban demokrácia, ha találkozunk és elkezdjük ezeket a kérdéseket egymásnak feltenni. Akkor, hogyha azt várjuk, hogy megoldják mások helyettünk a problémáinkat, nem fog történni semmi, és nem fog se Orbán Viktor, se Gyurcsány Ferenc, se senki magától megváltozni egyik reggel, amikor belenéz a tükörbe. Ezt már megtapasztalhattuk. Tehát minden lépés, ami abban az irányban mutat, hogy a közélettel közösen együtt foglalkozunk, az egy előrelépés. A mai nap egy óriási előrelépés, a holnapi nap is egy előrelépés lesz, hogyha ketten találkozunk egy kávézóba, vagy ha ketten vagy hárman találkoznak az itt jelenlévők közül, vagy másokkal beszélgetnek. Tehát ez az egyetlen esélye az országnak arra, hogy visszavegye a néphatalmat, hogyha a nép foglalkozik a közügyekkel, foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és nem hagyja, hogy a feje fölött döntsenek. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ezt szeretném mondani, és visszatérve a kérdésre, a lakhatási jog ugye most ki lett véve az alapvető jogok közül. Ez egy nonsens. Mivel mi egy szociáldemokrata párt vagyunk, a szociáldemokrácia alapértéke a szociális jogok is. A rendszerváltással azt találták ki, azt a trükköt játszották el, hogy az úgynevezett politikai jogok azok mindenkit illetnek, de szociális jogok nem illetnek senkit sem. Tehát a közbiztonság és a szociális biztonság egyszerre szűnt meg, együtt tud megszűnni. Természetesen a 4K számára a lakhatási jog az egy alapvető jog, ami be kell kerüljön az új népszavazással elfogadott alkotmányba, mindenféleképpen alkotmányba kell foglalni a lakhatáshoz való. De ez is csak akkor fog tudni megtenni tartalommal, hogyha az állam biztosítani tudja a lakhatáshoz való jogot az emberek számára. Ehhez mi egy bérlakás programot dolgoztunk ki, ami arról szól, hogy az állam, illetve az önkormányzatok fektessenek olcsón és könnyen elérhető bérlakásokba, a jogrendszer védje meg sokkal jobban a lakásbérlőket, ezáltal ne kelljen mindenkinek lakástulajdonért átsingoznia elsősorban, ezáltal sok problémát meg tudunk úgy oldani, hogy a bankoktól való függőséget lazítani lehet, mindenkinek fedő kerülhet a feje fölé, és hogyha a bérlőket erősebben meg tudja védeni az állam, erősebben tudja képviselni a jog, és hogyha van elegendő forrás arra, hogy bérlakásokat építsenek, akkor mindenkinek elérhetővé válik az, hogy fedőjön a feje fölé, és ne kerüljön az utcára, illetve ne legyen abban a veszélyben, hogy utcára kerüljön. Ez korábban már más formában, tanácsi formában működött, nagyon jól működött, természetesen annak a rendszernek óriási hibái voltak. Ezt kell egy demokratikus rendszerbe átdolgozni, erről szól a mi bérlakás programunk, és természetesen ez az egyik elsődleges jog, amit a 4K fontosnak tart.